Péntek délután sokan gyűltek össze a Hatvani Lajos Múzeumban, hogy részt vegyenek Szabó Krisztina énekművész és tanítványainak adventi koncertjén. Már hagyomány, hogy a Hatvani Kocsis Albert Zeneiskola művésztanára és növendékei ünnepi műsorral kedveskednek a közönségnek, ez az ajándék az idei évben sem maradt el. Az előadás kezdetén Kökény Ferenc, az intézmény igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelve azt, hogy ez az ünnepi műsor méltó alkalom arra, hogy magában mindenki ráhangolódjon a közelgő karácsonyra. Az est további része valóban az ünnepi hangulat jegyében telt. A koncerten olyan klasszikusok csendültek fel, mint az Ave Maria, a Santa Claus Coming vagy a Halleluja. A repertoárban azonban elhangzottak igazi különlegességek is, ugyanis Orbán Flóra Lili egy finn karácsonyi dalt adott elő a közönségnek. Ma este egy különleges dallal is készültünk, hiszen finnugor szakos hallgató vagyok, és ezért egy finn dalt is hoztunk, egy finn karácsonyi dalt, úgyhogy ez nem hiszem, hogy sokszor elhangzott már így 60-ban, illetve a Dolce Szentíre kezdetű dalt éneklem egy társammal. Sokat készültünk, amennyit tudtunk, vizsgai időszak mellett ezt azért nem volt egyszerű összehangolni, de megoldottuk. Már a készülődés is hozta magával az adventi hangulatot, úgyhogy nagyon élveztük. Szabó Krisztina és tanítványainak előadásából áradt az önfelett jókedv és zeneszeretet. A gyerekek elmondása szerint már a próbákon nagyon jó volt a hangulat. Az énekes közösség úgy vallja, az ünnepet a legjobb örömmel és hálával várni. Ez a szellemiség pedig átjött a növendékek dalaiból is. Milyen volt a felkészülés? Nyilván ez egy adventi műsor, tehát már a karácsony szelleme hamar megérintett titeket. Vicces volt. Igen, rengeteget nevettünk, és nagyon jó volt, én élveztem. Nekem is nagyon tetszett az egész, én nagyon élveztem. Annyira, hogy Kriszti néni meg mérges is volt, ugye, mert a szerdai próba az nevetésbe fulladt, de remélem, hogy most jól lesz minden. Fő a jó hangulat nyilván. Mi volt a legfontosabb cél a karácsonyi műsor elkészítésekor, próba folyamataikor? Mint a karácsonyi műsorban kicsit bőre terveztük a műsort, mert a Covid-ban nem lehetett tudni, hogy ki kerül karanténba, ki nem kerül, ki betegszik meg. Úgyhogy remélem, hogy jól szórakozik a közönség, aki úgy látom, hogy kiéhezett már a műsorokra. Így tehát az adventi előadás jócskán bővelkedett különleges zeneművekben. Éppen ezért a közönség könnyen rá is hangolódhatott a közelgő ünnepekre. Merry Christmas to you.